Autista szemmel, ezzel az elnevezéssel indított óvodai szemléletformáló programot a Pécsi Lásd a világot Autista szemmel Egyesület. Főként a nagycsoportosok korosztályát szeretnék megcélozni, hiszen az érintettek szocializációs problémái is itt jelentkeznek először. Korábban már egy bábjáték formájában találkozhattak a gyerekek az Egyesülettel, most pedig új intézmények jelentkezését várják a szervezők. Hét szerdán jár le a tulajdonképpen mondhatni jelentkezési határideje, bár utána is nagyon szívesen fogadunk óvodák jelentkezését, hogyha van még hely. Most jelenleg még 3-4 óvodát tudnánk fogadni ez a pályázati időszak alatt jövő tavaszig, úgyhogy várjuk a Baranyos-Somogy-Tolna megyei óvodáknak a jelentkezését, legfőképpen integráló óvodáknak a jelentkezését, ahol van érintett gyermek, ez előnyt jelent. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló program abban segít a kicsiknek, hogy megismerjék az autizmus nehézségeit, egyúttal megoldási lehetőségeket is kínál. Interaktív, játékos módon érzékenyítik a gyerekeket, legutóbb például két bagoly történetén keresztül kaphattak felvilágosítást a spektrum zavarról. Illetőleg ezt az interaktív játékot, ahol bemutatjuk a kommunikációs eszközöket, azokat a nehézségeket, amikkel ezekkel a gyermekek küzdenek, és így viszük közelebb az óvodásokhoz. Most az őszi téli program során a szenzoros nehézségekkel foglalkozunk, itt mindenféle érzékelésnek az apropóját dolgozzuk fel. Később pedig a viselkedési problémákra is kitérnek majd. Az autizmusban érintett gyermekek száma egyébként évről évre növekszik. A legfrissebb statisztikai adatok alapján minden 100. ember érintett. Ezért is fontos, hogy már a legkisebb korosztály is tudomást szerezzen erről, és megfelelően alakítson ki kapcsolatot autista társaival.